Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, kedves szülők, illetve nagyszülők, akik először lépnek ebbe az épületbe, külön köszöntöm őket. Kedves diákjaink, megkülönböztetett figyelemmel, kedves elsősök és természetesen tisztelt kollégáim. Nem volt igazán nagy a lelkesedés a vers után, a hajrát ilyenkor nehéz szívvel jövően mondani, hiszen azért gondoljunk csak bele, a 78 napnyi gondtalan nyári vakáció ért véget. Úgyhogy kedves elsősök, ezekre a pillanatokra valószínűleg ti is fogtok majd emlékezni sok-sok év után is. A másik, ami eszembe jutott, hogy valószínűleg igazgatóként a világ egyik leghálátlanabb dolga az, hogy évnyitó beszédet mondjon, hiszen az évnyitó beszéd egy szükséges rossz. Ilyenkor komoly dolgok szoktak elhangzani, és általában a gyerekek türelme 5 vagy 10 perc után elszáll. Remélem, hogy ezúttal másképp lesz. Nagyon bízom benne, hogy az évvégi 32 fokot kibíró zrínyis tanulók és kedves kollégáim ezt a mára rendelt nagyon-nagyon köszöntők után mindenképpen azért el kell mondanom, hogy remélem ez a 78 nap elegendő volt ahhoz, hogy kipihenjétek magatokat, talán a nyaralásban is volt részetek, de közeledve az év, gondolom az év kezdete bizonyára izgatottak vagytok. Miért is vagyunk izgatottak, és egy titkot el kell, hogy áruljak neked, ilyenkor nem csak ti, hanem mi tanárok ugyanúgy visszük a gyomorba azt a kis görcsöt. Ennek pedig az az oka, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz ez az év. A kérdése mindenkinek ugyanaz, de a válaszok természetesen különbözőek. Kedves elsősök, a hó, tiszta szívből köszöntelek benneteket, nagyon vártunk benneteket. Én azt hiszem, hogy irigykedem rátok, hiszen életetek egy különleges időszaka kezdődik, már ezt most úgy kimondani, hogy életetek következő 10 évét, mások 12 évét, megint mások 17 évét iskolapadban fogjátok tölteni. Szeretném, ha feltenni közületek az a kezét, aki már ismeri valamennyire a betűket. Köszönöm szépen. Egy nagyon egyszerűt fogok kérdezni, aki biztosan el tud számolni legalább 14-ig. 14-ig. Jó. Kedves tanítónők. És még egy utolsó kérdés, ez az évvel egy tesztkérdés. Ki az, aki már le tudja írni a saját nevét is találja? Mondom, hogy azt kellene mondanom, hogy tulajdonképpen egyszerre a második osztályba kellene kezdenetek. Tanuljatok szorgalmasan, hogy büszkék lehessük rátok, szüleitek és tanáraitok. Kedves zrínyis öreg diákok, ti már ismeritek az Rényis rendet, benneteket arra foglak kérni, hogy mutassatok példát a most érkező első osztályos tanulóknak, mert ez nagyon fontos. Vigyázzatok rájuk, segítsétek őket. Nektek pedig szorgalmas, kitartó munkát fogok kívánni erre a tanévre, azért, hogy tudásatok legjavát tudjátok majd adni. Kedves szülők, nagy megtiszteltetés és óriási bizalom az önök részéről irányunkba, hogy minket választottak, bár zárójelben mondom, az idén az Rényiben nagyon nehéz volt bekerülni. Jelenleg több mint 80 pici elsős ülik, sehol máshol nem ülnek ennyien a város általános iskoláiban. Kőszóra pattan a szárból táncot jár, csörren a csengősóra, iskolás vagy, kelj már föl, jó leszik egy kicsi könnyű torra, fogkrém, fürdővár, írogató, kisbetűk és nagybetűk, álljatok a sorba, ne ugráljon senki, mint ugri-bugri bolha. Mondat élén hadnagyok, a nagybetűk állnak, ők vezetik a kicsin betűk katonákat. Az iskola népe előtt fogadom, hogy figyelek a tanító néni szavára, kedves leszek társaimmal, kutatom, megismerem a világot.
Szorgalmasan tanulok. Szorgalmasan tanulok. Örömet szerezve ezzel magamnak, szüleimnek, tanáraimnak és az iskolának. Épületünkben a harmadik C osztály, a lóburkolaton jut meg, Hangszigeten van.